Hétfőtől könnyítenek a járványügyi szabályokon Nagy-Britanniában. A folyamat nagyon fokozatos lesz, és az enyhítési lépések feltétele az, hogy folyamatosan javuljanak a járványügyi mutatók. Mint ezt vasárnap este jelentette be a brit miniszterelnök. Emberek milliói rettegnek ettől a szörnyű betegségtől, de ugyanakkor attól is félnek, hogy ez a hosszú kényszeridőszak milyen hatással lesz a megélhetésükre, és a mentális és fizikai jólétükre, közölte Boris Johnson, aki maga is átesett a súlyos betegségen. A brit kormány öt fokozatú járványriasztási rendszert vezet be, a legmagasabb riasztási szint a vörös. A gazdaság és társadalmi életet három lépésben tervezik visszaállítani, ha minden jól megy, június-július körül. Túl vagyunk a csúcson, de a hegyről lejönni gyakran veszélyesebb, mint felmenni oda. Ébernek kell maradnunk, kontroll alatt kell tartanunk a vírust, és életeket kell mentenünk, mondta a miniszterelnök. Hétfőtől visszatérhetnek a munkahelyükre azok, akik otthonról nem tudnak dolgozni. Ez főleg az építőipar és a feldolgozóipar munkavállalóit érinti. Szerdától pedig korlátlanul kint lehet lenni a szabadban, de közterületen továbbra is csak az egyháztartásban élők tartózkodhatnak együtt.